szépen. Bejelentem, hogy a felavatott mérnökök nevében Szabó Péter vidékfejlesztési agrármérnök búcsúzik. Tisztelt rektor úr, dékán úr, tisztelt elnökség, ünneplő közösség, kedves végzett hallgatótársai! Mintha csak most lett volna, hogy megszerpent Buleként 2009-ben, egy szép augusztusi napon átbottyantam a földi halandókat és a gevagykarosokat egymástól elválasztó akadályon. Azóta eltelt 6 év, és eljött a búcsúzás pillanata. Búcsú az egyetem oktatóitól, hallgatóitól, most végzett hallgatótársaitól, Keszthely városától és a nagymúltú Georgiontól. Az első szó mindig a köszöneté. Köszönjük, hogy Európa első agrárfelsőoktatási intézményében tanulhattunk. Olyan intézményben, melyet 1797-ben gróf Felsőtis György alapított, és melyben a hazai agrárszakoktatás olyan kiemelkedő alakjai tanítottak, mint például Pete Ferenc, Nagyváti János vagy Gyumi Károly György. Az egyetemi évek alatt fontos az ismeretek megszerzése, tanulmányaink befejezése, ez az alapja az itt létünknek. De ha mindez csak a tanulásról szólna, akkor az egyetemi élet nem lett volna más, mint egy szakkönyvekkel teli polc. Ahhoz, hogy ez a polc olyan legyen, amire szívesen nézünk vissza 10, 20 vagy akár 30 év múlva, ahhoz élményeket kell szereznünk, a szakkönyvek mellé szép irodalmat és fényképeket kell tennünk. Olyanokat, amikkel mi magunk vagyunk a szereplők. Ez az, ami élettel tölti meg a saját kis polcunkat, vagyis az itt tartózkodásunkat, az itt eltöltött éveket. A Georgikon több évszázados múltjának és hagyományának köszönhetően mi olyan élmények részesei lehettünk, mely nem minden egyetemistának adatik meg. Úgy gondolom, hogy a hintós felvonulás a sárguláson, a korteskedés a diáknapokon, a gazdászolatonos vetélkedők, vagy a Keszthelyi győzelmek a regattán életünk meghatározó élményei lesznek, és minden bizonnyal a fiatalságunk egyik legszebb időszakát jelentik majd. Sok minden változott az évek során, de egy dolog biztosan nem. Az, hogy mindvégig családias légkör volt jellemző Keszthelyre. Sok más intézménnyel szemben a Georgikon nem egy szorult diplomagyár, hanem egy olyan intézmény, ahol nem a nevkunkód alapján ismerik a hallgatót, az oktatói kádár pedig nem az Intercity professzorok jelentik. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem oktatóinknak, hogy felvérteztek minket azzal a tudással, melyre a való életben szükségünk lehet. És ez a tudás nem csak az előadásokon és a könyvekből megtanult ismereteket jelenti, hanem azt a szemléletmódot is, melynek köszönhetően mi is hozzájárulhatunk a magyar mezőgazdaság és a magyar nemzetgazdaság erősítéséhez. Köszönjük továbbá a városvezetésének, hogy Keszthely polgárán fogadtak minket, és így lát második otthonunká a Balaton fővárosa. Bátran kijelenthetem, hogy az országban egyedülként mi lehetünk azok, akik olyan kampuszon tanultak, mely közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el. És akkor a város kulturális értékeiről, meghitt hangulatáról még nem is beszéltünk. Abban is biztos vagyok, hogy sikeresen megtanítottuk az elmúlt években Keszthelynek, hogy a Keszthelyi gazdászat pokolban is úr, de biztos, hogy sok százszor hallhatták az emberek felcsendő, hogy a boccafa, boccafa kért egy örökzöldet. Köszönetet mondunk szüleinknek, családunknak is. Az igaz, hogy nem nekik kellett megtanulni az agroökopotenciál, vagy a fotorespiráció fogalmát, de a tanulmányunk alatt mindegyik támogattak, segítettek és biztattak bennünket. Az egyetemi évek alatt számomra annál megtisztelőbb, annál nemesebb feladat nem is nagyon lehetett volna, mint hogy lehetőségem legyen arra, hogy 4 éven keresztül a hallgató önkormányzat elnökeként helyessek a karért, illetve annak hallgatóért. Így ezúttal ragadom meg az alkalmat, hogy nem csak mint felavatott mérnök, hanem mint leköszönő vökelnök is megköszönjem mindenki támogatását, illetve segítségét. Végezetül pedig Böjte Csaba Ferenc esendi szerzetes gondolatéval szeretnék búcsúzni. Mindenki előtt feladat van. A feladat jó, Isten ajándéka. A feladat által önmagad valósítod meg. Azt látom, hogy az emberiség nagyjai, népünk nagyjai valahogy hasonlóképpen álltak a feladathoz. Mertek, bíztak a jó Istenben, hittek önmagukban, és nekimentek a feladatnak. A feladatok abszolválásához szükséges a megfelelő önbizalom. Mert hinni, bízni erővel, szeretettel, jósággal és bölcsességgel. Mindazt, amit Isten a tarisznyában várakott, használ fel és intuj el. Persze az út göröngyös, nem árt némi kitartás. Azt gondolom, hogy nem szabad feladnunk soha. Lehet, hogy lőttek már néhány volt neked, de ne add fel.
És aztán jöhetnek a komolyabb problémák, kudarcok, kátyuk. És az ember téved, az ember bebotlik, elesik. De engem nem küld balóra az elkeseredettség, a kisípűség, a reménytelenség. Érdemes tehát feladatként tekinteni az életeseményekre, önbizalmat nyerni, kitartóan küzdeni, és ha úgy adódik alkalmanként újra tervezni. Az ember nagysága éppen az, hogy az élő Isten szövetségese, partner lehet a világ alapteremtésében. Merjetek elindulni, merjetek hinni, és ezeket a diplomákat, amiket a kézbe vesztek, merjétek felhasználni a magatok, a népünk, a mindannyiunk javára. Köszönöm, hogy meghallgattak.